Kedves nézőink, a Weekend mai adásában többször is ellátogatunk a színházba, ahol igencsak zajlanak az események, és programokat is ajánlunk majd a figyelmükbe, de hogy mindehhez legyen kellő energia és egészség, először dr. Kis Csabával turbózzuk fel az immunrendszerünket. Szia Csaba! Hát rajtad látszik, hogy kicsattansz az egészségtől. Köszönöm, de ugye te megteszel mindent, és hát tudom, hogy nagyon elhivatott orvos is vagy, mellette ugye jó családapa, és azért a sport oltárán is áldozol, vagy legalábbis régebben így volt, mostanában, és futsz rendszeresen? Igen, igen, természetesen. Muszáj is, mert az ember sokkal jobban bírja a mindennapi nehézségeket, a mindennapi stresszt. Kell ugye valami, amivel az ember tudja oldani ezt a nap folyamán felgyülemlett feszültséget, és erre az egyik legjobb megoldás a sportolás. Hát ugye mostanában elég rossz volt Nyíregyháza levegője, és még attól is óva intettek, hogy komoly fizikai munkát végezzünk mondjuk egy ilyen nagyon szennyezett levegőn, tehát nem biztos, hogy most kell elkezdeni éppen a futást annak, aki szeretne egy kicsit dinamikusabban élni, de azért mégis valahogy föl lehet készülni erre a téli időszakra, a hidegre, meg arra, hogy ilyenkor a bacillusok és a vírusok talán jobban támadnak, mint nyáron. Egyáltalán igaz ez, vagy ez csak egy sztereotípia, hogy ilyenkor több vírus és baktérium kering a levegőben? Ugye hát összetett a dolog. Egyrészt ez a smogos levegő, ez nyilván ugye egy folyamatos irritációt jelent a légutaknak, illetve a szívérrendszernek, egy alap gyulladást generál, ami utána egyrészt ugye rontja az immunrendszernek a működését, másrészt pedig ez a kis gyulladás, ez egy jó táptalaj lehet a különféle vírusoknak, baktériumoknak, tehát úgymond ez egy ilyen kapu lehet, hogy egy fertőzés meginduljon. Másrészt pedig ugye a gyerekek a szeptember elején, ahogy bekerülnek közösségbe, sokkal könnyebben tudnak egymásnak mindenféle fertőzéseket átadni, amit utána aztán visznek haza, és akkor így a családba is jobban terjednek a különféle fertőzések. Tehát több tényezős azért ez a dolog. Másrészt pedig ugye ősszel azért a vitaminraktárak elkezdenek azért szépen lassan kiürülni, ki mennyi tartalékot tud felhalmozni így a nyár folyamán. Nyilván itt is nagyon nagyok az egyéni különbségek, hogy ki mennyit mozog, ki mennyire egészségesen táplálkozik, ki mennyi táplálékkiegészítő plusz vitamintásványi anyagot szed, de azért ugye ez is egy plusz faktor ilyen téren. Én azért azt nem mondom, hogy attól, hogy rossz a városi levegő, nem lehet elkezdeni sportolni, azért van nekünk egy csodaszép erdőnk, ahová ki lehet járni, azért az erdőn belül nagyban lecsökken a szállópornak a koncentrációja, tehát ott azért továbbra is biztonsággal lehet sportolni, meg ugye a városból azért kicsit kintebb is lehet menni, akár például Tokajba futni, és akkor tehát mindenre van megoldás. Csak akarni kell. Ugye, ha már itt vitaminokról beszéltél, szerintem a legtöbb családban például egy C-vitamin az megtalálható, az már annyira beleívódott az emberek tudatába, hogy azt fogyasztani kell, ugye a skorbut és mindenféle egyebek, no meg az immunrendszer felturbózása érdekében. Egy pár évvel ezelőtt viszont egyre többet hallottunk arról, hogy a D-vitamin is legalább ugyanolyan fontos, mint a C-vitamin, és ugye télen hát sokkal kevesebb napsugár ér minket, ráadásul a szolárium valószínűleg ezt nem is tudja pótolni. Mi a helyzet a D-vitaminnal? Valóban egy ilyen csodavitaminról van szó? Hát azért csodának túlzás nevezni, de rettentő összetett funkciója van az emberi szervezetben a D-vitaminnek, és ezt az orvostudomány is csak az utóbbi évekbe kezdi belátni, hogy tényleg mennyire sokrétű, mert az évek óta ismert volt ugye, hogy a csontanyagcsere, illetve a kálcium háztartás szempontjából alapvető szerepe van a D-vitaminnak, de egyre jobban felismerjük, egyre nagyobb tanulmányok mutatják azt, hogy mennyire fontos például az immunrendszer megfelelő működése szempontjából. Nagyon sok kutatás látott napvilágot az utóbbi években, nagyon sok jó minőségű kutatás, ami azt mutatja, hogy a megfelelő D-vitamin bevitel az csökkentheti a különböző daganatos betegségek kialakulásának a kockázatát, illetve azok a személyek, akiknek a D-vitamin ellátottsága megfelelő, sokkal kisebb eséllyel kapnak el különféle fertőzéseket. Például az influenza kapcsán csináltak egyszer egy ilyen felmérést, azt hiszem azt Amerikában csinálták ezt a kutatást. A résztvevők napi 1200 nemzetközi egység D-vitamint kaptak, és akik kapták a D-vitamint ilyen dózisba, azoknál 42%-kal csökkent
csökkent az influenza fertőzésnek a valószínűsége. Akkor ez a bizonyos 1200... Nemzetközi egység. Nemzetközi egység, NE, igen, ez a rövidítése. Igen. Ez egy mindenki számára tartható preventív adag, vagy azért érdemes konzultálni házi orvosunkkal, gyógyszerészünkkel a megfelelő adag? Alapvetően azt mondhatnám, hogy a legjobb az, hogyha egyénre szabottan történik a D-vitaminnak a beállítása, mert ugye életkortól, különféle egyéb betegségektől függően azért más és más lehet az ajánlott dózis. Ugye mivel zsírban oldódó vitaminról van szó, azért előfordulhat akár a túladagolás is, de azért ettől igazándiból nem nagyon kell tartani. Tehát ahhoz mennyit nem kellene fogyasztani, hogy mondjuk túladagoljuk? Tehát ahhoz az ajánlott adagnak a sokszorosát kellene hosszú időn keresztül bevinni. Tehát ahhoz, hogy tényleg a D-vitamin túladagoljuk, azért nagyon-nagyon komolyan tennünk kellene. Hál' Istennek tényleg ez nagyon ritka, gondolom, hogy biztonsággal lehet alkalmazni. Én a betegeimnek általánosában véve azt szoktam ajánlani, hogy napi egy felnőtt embernek 3-4 ezer nemzetközi egységet érdemes ilyenkor ősztől egészen nyár elejéig minden nap szednie. Ez egy teljes mértékben biztonsággal szedhető dózis. És ez nem esetében? Igényel mérést. Itt meg ugye kortól függ, tehát a D-vitamint ugye csepp formában már egészen újszülött kortól elkezdjük adni, ez többféle csepp formájában érhető el, és akkor igazándiból attól függően, hogy mennyi milyen az életkora, milyen a testsúlya, hogy koraszülötte, tehát sok tényezőtől függően ezt a házi orvos tudja beállítani. És ha már itt a C-vitaminról is beszéltünk, hogy 1 millióféle C-vitaminnal találkozunk a gyógyszertárban, van olyan, ami lassú felszívódású, valaki csak 100 mg-ot javasol, mások az 1000 vagy 1200 mg-ot javasolják, és akkor az ember ott áll tanácstalanul, hogy most azért vegyem meg a drágát, hogy esetleg nem is szívódik föl, vagy annak csak egy része. Van ebben valami új tudományos bizonyíték, hogy mennyit tényleg ugyanígy a napi ajánlott bevitel mondjuk C-vitaminból? C-vitaminból ugye az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sokféle, hogy mondjam, legenda kering az ilyen gigadózisokról, hogy több grammot, tehát egy több 1000 mg-ot érdemes naponta bevinni, és akkor annak daganat megőrző, sőt, daganat gyógyító hatása is van. Igen, rengeteg mindent lehet olvasni, azért ezek mögött igazándiból nincsen tudományos bizonyíték. Az ajánlás az igazándiból az, hogy maximum naponta néhány 100 mg-ot érdemes bevinni. Igazándiból nem fog a C-vitamin kárt csinálni, akkor sem, hogyha naponta több 1000 mg-ot viszünk be. A fő veszélyt az jelenti, hogy a C-vitamin az ugye oxalát formájában a vizelettel kiürül, és a nagy mennyiségű oxalát a vizeletben, főleg, hogyha valaki hajlamos arra, hogy nem fogyaszt megfelelő mennyiségben folyadékot, akkor az fokozza a vesekőképződés kialakulásának a kockázatát. Tehát igazándiból ez az egy, amit kockáztat vele, de egyéb káros hatásról azért nincsen szó, még akkor sem, hogyha az ajánlott adagnak a többszörösét szedjük, igazándiból csak felesleges. Hát és most még csak a C meg a D-vitaminnál tartunk, de az idő már elfogyott, Csabi. Az jutott eszembe, hogy Szentgyörgyi Albert özvegye egyébként gyönyörű, nemrégben különböző fotókat publikáltak róla, és ott azt mondták, hogy egyértelműen a C-vitamin fogyasztásnak köszönhető, de hát gondolom, hogy ha valaki Szentgyörgyi özvegye, akkor ugye muszáj is neki ezt a dolgot a jövőben is hitelessé tenni. Nos, hát akkor foglaljuk össze szerintem, a legfontosabb az, hogy mindenki próbáljon egészségesen élni, vigyázni arra, hogy olyan helyre menjen, ahol lehetőleg ne szedjen össze különböző fertőzéseket, és ha lehet, azért egy kis táplálék, illetve vitaminpótlással készüljön fel a téli időszakra. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézők, hogyha egészségesek vagyunk, akkor pedig irány a Móri Zsigmond Színház, ahol már látható a Tanár úr kérem című darab, stábunk a rendezővel Simon Kornéllal beszélgetett. Az udvaron keresztül lopóztam el. Fél tíz felé járhat az idő. Ilyenkor a folyosók kihaltak, konganak. Néha, amikor egy becsukott ajtó előtt elmegyek, csap kifelém az ümrök. Ilyenkor mélyen és igazán komolyan elszorul a szívem. A második emeleten, jobbra, a tanári szoba melletti 6. B-osztály ajtaját kinyitották levegőzés miatt.
Leveszem a kalapomat. Zsebre veszem. Óvatosan belépek az ajtón. Félrefordított fejjel meghajtom magamat a tanár felé. Azután mesztelenül megkerülöm a köpőládát és a szemetes kosarat. Véletlenül rálépek egy fél kiflire. Ott hátul szabad egy hely. Óvatosan megfordulok, és belülök az utolsó padba. A tanár! Nem vett észre. Azt hitte, hogy én vagyok az a fiú, aki 5 percen ezelőtt kiment. Egyszerre minden szakismerős. Reszketve nyúlok a füzetért, egy pillanatig káprázik a szemem, utána minden világos. Az én nevem, Bauer Károly, 6. B. magyar dolgozat. Az előző rendezése az Oscar volt itt Nyíregyházán, hogyha jól tudom, és azt nagyon szereti a közönség. Hogyan esett a választásuk most erre a darabra? Néhány évvel ezelőtt megkeresett engem Karinti Márton, a Karinti Színház igazgatója, Karinti Frigyes unokája, ugye? A tekintetben, hogy szorosabbra fűzhetnénk az ismerettségünk szálait, nevezetesen, hogy dolgozhatnék a Karinti Színházban. És adott is nekem egy darabot, a tanár úr kérem egy változatát. Azzal úgy éreztem, hogy nem találok közösséget, és akkor felvetettem Mártonnak, hogy mi lenne, hogyha a színpadra vinnénk a tanár úr kéremet magát. Én nekem mindig komoly kihívás, és nagyon szeretek ilyesmivel foglalkozni, olyan darabokat létrehozni, amik eredendően nem dramatikus, hanem mondjuk epikus műből, vagy lirikus műből származnak. Úgyhogy ezt is egy ilyen komoly és véghez vivendő kihívásnak gondoltam, és hát azt hiszem, hogy sikerült, de ezt majd dönts el a kedves néző. Mennyire volt nehéz színpadra állítani ezt a regényt? Nem volt nehéz tulajdonképpen. Átdolgozták valamilyen formában? Hát kénytelenek voltunk, ugye, mivel ez lévén ez nem színpadra, hanem olvasásra szánt mű, ezért ugye muszáj voltunk dramatizálni. Deres Péter kiváló dramaturgíró kollégám segítségével sikerült ezt a műveletet véghez vinni, és kerültek bele különböző zenék, ugye Máté Zsolt dalszövegeivel és Nyitrai László zenéjével, úgyhogy azt mondhatnám, hogy ez egy zenés színművé avanzsált. Milyen volt a próba folyamat? Remek. Egyszerűen remek. Lehengerlő. Jókedvű, áradó, teli játékkedvel. Én azt gondolom, hogy sikerült egy ilyen meglehetősen erős, kohézióval bíró, vidám csapattá kovácsolódnunk. Kinek szánják ezt a darabot? Mert ugye azt mondjuk, hogy ez inkább egy ifjúsági regény, úgy gondolom. És milyen korosztálynak, felnőttek is fogják önök szerint szeretni? Vagy inkább a fiatalok majd? Egészen biztos vagyok benne, hogy a felnőttek is fogják szeretni. Alapvetően ezt így ilyen, hát családi darabnak terveztük. Én szerintem én saját missziómnak érzem megszólítani az ifjúságot, megismertetni és megszeretetni velük az irodalmat és a színházat, és hogy leporolni, bár például Karinti semmiféle leporolásra nem szorul, de mégis posztmodern utalásokkal, vagy egy-egy ilyen, egy-egy helyzet, vagy a környezet megváltoztatásával olyan fölismerhető és átérhető szituációba helyezni az adott részleteket, amik könnyen megragadhatók a mai fiatalság számára is. Készült? Talán kérem, készült. Akkor írja. Nagyon nehéz ez a klét a tanár úr. Vegyen egy könnyebbet. Rendben. B. Négyzet. Hűha, meglepő. Minusz, plusz, minusz, gyök alatt. A másodfokú egyenlet a másodfokú egyenlet. Készült? Tanár úr, kérem, én készültem. Akkor halljuk. A... Súlyatok! A másodfokú egyenlet az elsőfokú egyenletből származik oly módon... Súlyatok! Hogyha az egész egyenletet megszorozzuk... Tanár úr, kérem, én készültem! Látszik. Akkor? Kereszt!
ezt? Jézusom! Jézusom! Karate! Kara mi? Hát a tanár úr és én. Ja, nem, csak én kara. Karaoke. Róka! Milyen róka? Paróka. 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 Milyen jó pofa ma volt ma. X, 1, 2, egyenlő, mínusz B. Plusz, mínusz, gyakaszt, B, négyzet. Mínusz 4 AC, és mindez osztva két A-val. Ez a végképlet. Megszorozzuk mind a két oldalt, két A-val kezd a lépése. Így lesz két A és 2 egyenlő mínusz B, plusz mínusz gyakorlat B négyzet. Miért érvényes ön szerint ez a karinti mű ma? Szerintem olyan általános kérdéseket, vagy gondolkodási, kikristályosodási pontokat vet föl, amik a generációktól függetlenül felismerhetőek és átélhetőek, és a hőseivel bármilyen korosztály együtt tud érezni. Vagy azért, mert épp az iskolába jár, vagy pedig már kikerült az iskolából, és az életiskolájának lépcsőit tapodja. Annyira más ma már az iskola, mint karinti idejében volt, és mégis megállja a helyét ez a darab? Igen, szerintem, mert vannak bizonyos szituációk, amik nem változnak. A felelés az felelés marad, az osztály rossz tanulója a rossz tanuló marad, a jó tanuló a jó tanuló marad. A tanároktól azt gondolom, hogy ugyanúgy tartanak néha a diákok, mint karinti idejében. Aztán, amikor a fiatalember találkozik az ifjú hölgyekkel, és megpróbálja megfejteni az ő különös világukat, szerintem ez is egy általánosan átélhető mozzanata az életnek. Illetve azt gondolom, hogy a találkozás egy fiatalemberrel, ami a darabnak a záró aktusa vagy akkordja, az is egy olyasfajta átélhető és fölismerhető momentumot tartalmaz, amin többé-kevésbé mindenki átesik egyszer az életében, hogy megkérdezi a benne lévő kisgyereket, hogy tulajdonképpen mi is az, amit elért az életben. A jelmezek és a díszletkor hű vagy modern egészen? Nem, semmiképpen nem modern. Megpróbáltuk a 1920-as évekbe helyezni, illetve azt mondanám, hogy egyfajta hibridet sikerült létrehozni. Mindenképpen szerettük volna század elő hangulatába tartani a darabot, de ezen túlmenőleg olyan pici túlzásokat, gondolok arra például, hogy nincs nagyon párhuzamos vonal a színpadon, vagy egy nagyobb váltömés, vagy a ruhák egyedi színezése és festése egy absztrakt világ felé tolja el a színpadképet. Ez a Nagy Viktória munkája egyébként, aki remek munkát végzett most is. És a zene az is a karinti korszakát idézi? Nem, a zene az, azt gondolom, hogy a zene az zene. Hát ezek, én azt mondanám, hogy modern számok inkább. De a dalszövegek viszont nagyon, bár nem karinti tollából származnak, ugye Máté Zsolt írta őket, de nagyon karintisra sikerettek. Maradunk a színházban, ahol újabb remek darabba készül a társulat, Szente Vajk irányítása alatt. A 9-től 5-ig egyik főszereplője Gubik Petra, aki már itt ül velem szemben a stúdióban. Szia Petra! Szia. Milyen érzés volt hazajönni tulajdonképpen, ugye, hiszen te Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szülötte vagy. Igen, hát én Kisvárdán születtem, és Ajakon nőttem fel, úgyhogy én mondhatom azt, hogy tulajdonképpen hazaérkeztem. És nagyon-nagyon jó érzés, mert amikor például gimnazista, vagy nem tudom, az ember középiskolába jár, és vagy bejárós, vagy kollégista, akkor úgy mindig elvágyódna otthonról, és mindig arra vágyik, hogy jaj, minél hamarabb innen elkerülni. Lehetőleg Budapesten, vagy valami világvárosban. Igen, és akkor most nagyon érdekes, hogy ahogy az ember felnő, hogy felnőtté válik, akkor meg most már keresi az alkalmakat, hogy mikor tud hazajönni, vagy mikor tud esetleg egy kicsit lopni az idejéből, hogy a családjával legyen, vagy csak tényleg hazaérkezzen.
És én most nagyon örülök ennek, mert amióta az eszemet tudom, és elkezdtem a színházzal foglalkozni 17-18 éves koromtól, nekem az első hazai kőszínházi munkám, hogy itt tudok próbálni, az most ez a 9-től 5-ig. Szóval én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak. És milyen emlékeid vannak mondjuk magáról a Móricz Zsigmond Színházról, amikor még esetleg csak kacérkodtál a gondolattal, hogy egyszer te is ott állsz majd a világot jelentő deszkákon? Igen, ez most nagyon érdekes volt, mert ugye most hétfőn volt nekünk az első olvasópróba, az első próbánk, ahol elolvastuk a darabot, és ahogy beléptem a színházterembe, nagyon érdekes volt, mert egy sokkal nagyobb színpadra emlékeztem, sokkal kisebb nézőtérrel, és nagyon érdekes volt, mert most az egész olyan picinek tűnt, és így néztem, és így gondolkodtam, és tűnődtem azon, hogy Istenem, ez hogy lehet, hogy volt olyan, amikor én ültem a nézőtéren, és akkor olyan csodálattal néztem a színészeket, és hogy tudnak ennyi ember előtt ilyen természetesen viselkedni, és ilyen természetesen nagyon komoly és nagyon mély érzelmeket átadni, és nagyon érdekes tényleg, ahogy az ember felnőtté válik, és szokták azt mondani, hogy senki sem lehet proféta maga hazájában, és én ennek nagyon örülök, hogy én most kaptam egy esélyt arra, hogy hazaérkezzek, és egy kicsit bizonyítsak a hazai közönségnek, mert a színház is egy elég zárt közösség, és nem biztos, hogy az, aki mondjuk itt el tud jönni színházba, az megteheti azt, hogy minden hónapban Budapesten bármelyik színházba jegyet váltson, szóval ennek nagyon örülök, hogy most tényleg itt is lehetek. Petra, tulajdonképpen a te utad azért azt nem mondhatjuk, hogy nyílegyenesen vitt a színpadra, de azért ugye a művészetek ott voltak mindig is az életedben, és sok felé próbáltad magad, aztán mint egy ilyen kis csörgedező patakocska mégiscsak beértél a tengerbe, vagy az óceánba, ha lehet azt mondani. Ha így visszaemlékszel, mik volt az az időszak, amikor már tényleg kőkeményen ott volt a fejedben, hogy a színház lesz a végállomás? Lehet azt mondani, hogy túl fiatal vagy még, de minden esetre a cél. Ez nagyon érdekes kérdés. Én 6 éves koromban eldöntöttem, hogy én színésznő szeretnék lenni, de ugye aztán, ahogy az ember cseperedik fel, érik különböző ingerek hatások, amik hatására befolyásolódik a gondolatod, vagy az elképzelésed, vagy alakulsz, vagy éppen átalakulnak a körülmények, a gondok, a gondolatok, és Én 16-17 éves voltam, amikor a Doktorok színtársulatban először színpadra léptem, Kisvárdán a Várszínpadon, a Várszínházban és Művészetek házában, és utána kezdtem ide járni Nyíregyházára, a Pregicer Fruzsina készített engem a Színművészeti Egyetemre, és talán az volt az első olyan alkalom, amikor én a Móricz Zsigmond Színháznak a backstage-ébe betekintést nyerhettem, mert ugye akkor a Fruzsina által bementünk a művészbe járón, ott várt engem, és akkor ugye a balettterembe tartott nekem ilyen kis külön órákat, vagy ilyesmi, és ahol engem ő készített mind prózai szakirányra, de akkor valahogy utána én elkerültem Békés Csabára, ahogy felvételiztem a színművészetére, az valahogy úgy nem az volt valahogy az én utam akkor, 17-18 évesen, mert valahogy nem sikerült a felvételi. De nem Talán csüggette. Azt gondolom, hogy nem gondoltam azt, hogy nekem most akkor itt meg kell állni, és abba kéne ezt hagyni, mert tudom, hogy valahogy az ember, meg a jóisten, az mindig úgy kölcsönhatásban van egymással, és én hiszem azt, hogy az ember egy bizonyos idő után, ahová neki utat szántak, oda jut. Tehát, hogy lehet, hogy nem így, vagy nem úgy, tehát nem ezen az ösvényen, de oda fog jutni, mert az az ő jövője, neki azt kell csinálni, vagy az az ő talentuma, és neki azzal gazdálkodnia kell. És akkor utána én Békés Csabára kerültem a Jókai Színházba, ott kezdtem a stúdióban tanulni a színészmesterséget, és utána kerültem be a színművészetére, és közben kezdtem el dolgozni, de közben iszonyatosan sok dolgot csináltam, ami valamilyen szinten a művészi palettán helyezkedik el. Sok-sok szint jelentett. De annyira azt éreztem, hogy nekem olyan sok mindenre van, nem is tudom, hajlandóságom, vagy nyitottságom, vagy az mindenre, mindent ki akartam próbálni, mindig is olyan gyerek voltam gimnáziumban is, és általános iskolában is, hogy nagyon sok mindent ki akartam próbálni, mert ki akartam magamat, tényleg így fel akartam térképezni, hogy mi az, amit amiben én igazán jó vagyok. És a szüleimnek
pedig azért vagyok nagyon hálás, mert ebben engem segítettek, ösztönöztek is, és hagyták, hogy kiforjam magamat. És talán ezért van az, hogy most mondjuk itt tudok ülni és veled erről beszélgetni, mert hagyták, hogy rájöjjek arra. Aztán én még a bölcsészkarra is jártam, szóval, hogy tényleg úgy nagyon sok mindenbe próbáltam belekóstolni. Arra gondoltam, hogy most, hogy színésznő vagy, ezen a palettán nyilvánvalóan van egy megállapodott szín, de hát az, hogy különböző emberek és jellemek bőrébe bújhatsz, valahol ezt a fajta kíváncsiságodat és az éhségedet a világra lehet, hogy így tudod egy picit ezt a szomjúságot, éhséget csillapítani, és most egy különleges darabban, Szente Vajkot ismerik már itt Nyíregyházán, nem tudom, hogy neked milyen ismereted volt róla, vagy volt-e egyáltalán vele együttműködésed, milyen rendező ő, és nagyon kevés az időnk, úgyhogy egy kicsit magáról az előadásról is beszélünk, december 7-én láthatja majd Nyíregyházán. Így van, december 7-én lesz a 9-től 5-ig című darabnak a premierje a Móricz Zsigmond Színházban. Vajkkal dolgoztam együtt, már jó ideje ismerem őt egyébként, a Játékszínben is volt már bemutatónk közösen, illetve a Jókai Színházban is, Békés Csabán. A Vajk is Békés Csabai származású egyébként, és a darabban még vannak Békés Csabai származású színészek. És az én barátnőm is Békés Margit. Csabai, mondjuk nem színész, de most úgy látszik, hogy ez egy ilyen holnap találkoznék. Igen, is vele. Szóval hogy a darab az egy csodálatos történet, három női karakterről szól, három különböző női karaktert mutat meg, és ő általuk azt, hogy milyen nehéz ez a nőként érvényesülni a világban, és hogyan tudunk helytállni a munkában, a magánéletben. Ugye az a női lét, az szerintem meg a nőiség egy nagyon összetett fogalom, és nagyon sokféle elvárásnak kell megfelelnünk, ugye a munkában, a magánéletben, hogy milyen szülő vagy, hogy milyen anya vagy, hogy milyen nő vagy, milyen munkatárs milyen vagy. Munkatárs, igen, és hogyan tudsz te feljebb jutni a ranglétrán, hogyan tudod érvényesíteni az akarataidat, vagy csak hogyan tudod megvédeni magadat egy helyzetben az erősebbik nemmel szemben, és szerintem ez egy nagyon fontos üzenet. A darab csodálatos zenét kapott, azt gondolom, hogy mindenki megtalálja benne a magának valót. Úgyhogy a Vajkkal már dolgoztam együtt, minden produkció azt gondolom, hogy magáért beszél, amiben ő belekezd, úgyhogy iszonyatosan várom, hogy ismét csináljunk valami nagyon jó dolgot. Hát a darabban pedig ugye Puskás Tivadar főbb szerepekben, Horváth Margit, Friedrich Noémi, Kosik Anita, Gulácsi Tamás, Kulcsár Viktória, Staub Viki, hogy még egy jó pár nevet elmondjak. Tehát, hogy szerintem egy nagyon jó kis munkának ígérkezik, úgyhogy tényleg nagyon várjuk. Hát Petra, azt gondolom, hogy a 70-es évek története olyan univerzális üzeneteket hordoz, ami valószínűleg még 30 év múlva is a nők számára nagyon fontos kérdéseket feszeget. Erre kapunk választ majd december 7-én fantasztikus szereposztásban. Kívánunk nektek kézislábtörést, vagy sok sikert? Vagy most csak jó munkát még a próbaidőszakra? Nem vagyok babonás, de talán, hogyha a színházi szavakkal élünk, akkor kézislábtörést. Köszönjük, hogy itt voltál, köszönöm, és örülünk, hogy itt vagy Nyíregyházán. Kedves nézőink, még tartogatunk egy színház az darab ajánlót önöknek a Weekend második részére, múzeumba és múzeumfaluba is megyünk, érdemes lesz hát velünk maradni.